Őszinte, naprakész, hiteles. Ezentúl Magyarország egyik legszebb stúdiójában vitatjuk meg a közélet mindenkit érintő kérdéseit. Kapcsoljon a megújult Echo TV-re. Echo, a nemzet hangja. Eleget tettünk a polgármesteri meghívásnak, és elkísértük tömegközlekedéssel az Őrs vezértérre, ahol majd egyszer elképzelései valóra válnak. Nagyon látványos terveket mutatott be a 16. kerületi polgármesterrel közösen tartott sajtótájékoztatón. Egy felülívelő metróról lenne szó, nem pedig alul. Mi volt ennek az oka? Hogyan jött az ötlet, hogy egyáltalán fent menjen a metró, ilyen kicsit egy New York City-sen megoldva a helyzetet? A kulcskérdés az összekötése a két üzemnek. Ugye van a metró és van a hév. Itt az Őrs vezértér a találkozásuk, ugye? Nem érnek össze. Mi sem egyszerűbb, mint ezeket össze kell kötni, csak nem mindegy, hogy a föld alatt vagy a föld felett. Ugye megnézték a mérnökök, a föld felett sokkal drágább, mint egy 10 milliárd forinttal ez az összekötés. Rengeteg közművet kellene kiváltani, ezért olcsóbb megoldás a felüljáró, amely ott a bevásárló központok vonalában érné el a tetőpontját, ott lenne a megállóhely, és ott cserélnének ugye utasokat a szerelvények, és mennének tovább a Gödöllő irányba, vagy fordulnak vissza ugye a déli pályaudvar felé, mert a szerelvények egy része folytatná az útját, a másik része pedig indulna vissza a belváros felé. Mit nyer egyébként a 17. kerület azzal, hogy a metrót kiviszik odáig? Miért fontos ez az ott élőknek? Ennek az egész régiónak, ami összességében egyébként 320 ezer ember, nagyon fontos lehet ez a beruházás. Ha most a 17. kerületet nézem szűkebben, akkor ugye nálunk van egy olyan probléma, amely Budapest egyik kerületére sem jellemző, hogy a városi kötött pályás eszközök közül, a hév, a metró vagy a villamos közül egyik sincs. Ugye minden budapesti kerületben legalább az egyik jelen van, nálunk az egyik sem. És ugye emiatt a buszokon közlekednek az emberek, amelyek ugye nagy tömött sorokban jönnek reggelente az Őrsvezértér felé, vagy a Kőbánya-Kispest felé, vagy autóval közlekednek az emberek, amelyek egyébként ugye megterhelik a belváros levegőjét és a környezetet rombolják. Tehát ez a keresztúri szárnyvonal talán azért nagyon ígéretes projekt, és azért nagyon fontos fejlesztés, mert nagyon sok ember tenné le az autóját, és váltana tömegközlekedésre.